Jó napot kívánok, kedves nézőink! Elkezdődött, amire nagyon-nagyon sokan vártak már, az autós gyorsasági országos bajnokság idei első futamát. A Hungaroringen rendezték a legutóbbi hétvégén a Sasadliget kupát. Most mi önöknek a Márka kupák király kategóriáját, vagyis a Seat Leon Superkupát mutatjuk meg önöknek. Ugye a szokásoknak megfelelően minden verseny hétvégén két-két időmérés, ötemszerűen két-két futam kerül megrendezésre. Ami a mezőnyt illeti, és ami az autókat illeti, volt fejlődés, az biztos. Weber Gábort és Szolnér Gyulát látjuk, a csapattársakat, akik fagyoskodnak, hiszen az első időmérő igen most a körülmények között esős időben nedves pályán zajlott. 60-i Bálint kászálódik be az autójába, a tavalyi harmadik helyezett a kupasorozatban. Itt pedig Weber Gábor, aki második lett Kis Norbert mögött a debütáló évében ennek a sorozatnak, de idén mindenképpen szeretne majd javítani. Ami azt jelenti, hogy nem lesz könnyű dolga, hiszen bővült a sorozat, méghozzá azzal a Mihelis Norberttel többek között, aki megnyerte az elmúlt évben a Clio, azt megelőzően pedig a Suzuki kupát, tehát itt várható hatalmas csata lesz majd az évvégi elsőségért. Szóval, ami az időmérőket illeti, Kis Norbert a tavalyi bajnok repesztette a legjobb időt egyedüliként a mezőnyben, 1 perc 57 másodpercen belülre keveredve, itt láthatjuk őt. 1.56.745 volt az ideje, itt pedig már a teljes rajtrács. Weber Gábor a második, Zollner Gyula és Brakna Dávid mennek a második sorból. 60-i Bálint az ötödik idővel, csak harmadik soros Bárkovics Zoltán ment mellőle, aki idén váltott kategóriát, tavaly még a Renault Clio kupában versenyzett és szerezte meg a harmadik helyet. Tehát lássuk akkor az idény első futamát. Mihelis Norbert jön előre, aki mindösszesen csak a 14. helyről tudott elindulni, hiszen megbüntette őt a versenybíróság, mivel jogosatlan előnyt szerzett a pálya elhagyások miatt, legalábbis ez volt a hivatalos verdikt, így aztán a 14. helyre szorult vissza Mihelis Norbert, de kitűnően jött előre, mint láthattuk. Itt, ami a rajtot illeti, Weber Gábor egészen jól jött el, olyannyira, hogy a kettes kanyarban ő vezet, Kis Norbert a második, és úgy jönnek a többiek, ez a Menztel kanyar az első körben, és sajnos egy óriási nagy csattanás. Weber Gábor az első helyről áll ki, és sajnos nem csak az autója, hanem ő maga is maga tehetetlenül sodródik ki egészen a korlátig. Bárkovics Zoltán száguldott bele, itt mindez Balázsi Szabó István autójából, de mivel pontosan nem látszik, hogy mi történt, azért annyit mondjam el, hogy ugye az élen haladva a Menszelben pördült meg Weber Gábor autója, keresztbe állt, a mezőny nagy része ki tudta őt kerülni, de nyilván itt az első körben annyira szorosan vannak még egymás mellett, hogy nem lehetett látni, hogy mi történik, és a képen látható Bárkovics vagy 130-140-es tempóval beleszáguldott, de lehet, hogy persze már rálépett a fékre, lehet, hogy valamivel kevesebb volt, de az elképzelhetjük, hogy milyen óriási energiákat kellett elnyelnie ennek az autónak. A lényeg az, hogy bár az autó innentől kezdve használhatatlan, tehát sajnos ezt már megjavítani nem lehet, de megóvta a versenyzőt akkor is, hogyha egy időre elveszítette eszméletét Weber Gábor, de komolyabb probléma nélkül megúszta ezt az óriási nagy csattanást, kórházba vitték természetesen megfigyelésre, de az agyrázkódás mellett nagyon komoly sérülést nem szenvedett szerencsére. Itt ez a hatalmas csattanás. És hát természetesen meg kellett állítani a versenyt, illetve safety carnak kellett bejönnie, ami azt jelenti, hogy jó néhány körön keresztül a safety car mögött körözött a teljes mezőny, miközben Weber Gábort kórházba kellett szállítani. Bárkovics valamivel jobban járt, egyrészt ő, mint láthattuk, a saját lábán jött ki az autójából, másrészt pedig az autóját másnapra rendbe is tudták hozni. Nem úgy ezt a Seatot, amelyben a bukókeret megsérült, tehát innentől kezdve az autó gépkönyvét, majd ki fogják vonni, de ami a lényeg, hogy hangsúlyozzam még egyszer, ilyen óriási csattanásnál is megóvta a versenyzőt, amennyire csak lehetett. Hát ennyit a szomorú évkezdésről, azt hiszem, hogy ennél csak jobb jöhet majd Weber Gábor számára, ráadásul hozzáteszik, hogy ugye a második versenyről is automatikusan kiírta magát, tehát semmi sem az autó nem volt versenyképes állapotban, ez óriási előny. És a safety car mögül, ahogy eljön a mezőny, így most már értelemszerűen a pole pozíciót az elején eladó Kis Norbert jött, és itt láthatjuk, ahogyan már az ötödik körben a sikánban forgatja az autót, és mögötte kígyózik a teljes mezőny. Mihelis Norbert minden esetre, aki ugye 14. helyre került vissza a rajtrácson, nagyon szépen megindult fölfelé, és komoly esélyt szerzett magának, itt láthatjuk őt a 607-es rajtszámmal, hogy jobb pozíciót szerezzen.
Balázsdi Szabó István mögött a pillanatban Mihelis Norbert. Az ötödik helyen folytatta elég hamar Mihelis. Itt Zengő Zoltánt látjuk, akinek igencsak kalandos volt a hétvégéját, mert erre is kitérünk idővel. Ami a Seatokat illeti, mivel Európa Kupa sorozat is van, és a magyar bajnokságból is az első három helyezett indulhat, tehát Kisvéber és 60 ég, mert Rasztovics pörgött a sikánban, ezért aztán ennek megfelelően alakították át a Seatokat erre az évre. Ez nagyjából annyit jelent, hogy szélesebb 265-ös Pirelli szikgumikkal mennek. Ezen kívül javítottak a fékek hűtésén, az intercooler is megnőtt, tehát most már a melegre sem lesz annyira érzékeny ebben az esztendőben a Seat. És hát ami nagyon fontos még, hogy a végáttétet megrövidítették, tehát most már hatodikba lehet többeknek kapcsolni a célegyenesben. Mihelis Norbert pedig szépen fokozatosan jön előre a 14. helyről, itt közben Zengő Zoltán tartja a pozícióját Kontra Györggyel szemben. A kérdés, hogy meddig, mert Kontra valamivel gyorsabbnak tűnik. Zollner Gyura a 9. kanyarban, illetve a 9. körben és az 1-es kanyarban. Az ő sárga autóját igen könnyű megismerni. Ő maga is azt mondta, hogy mint egy másodpercet, mert nem kettőt tudott javulni az új autónak köszönhetően az előző évi teljesítményéhez képest. És közben nagy-nagy kérdés, mivel elől azért nem várható a hatalmas izgalmak, hogy mire megy majd Mihelis Norbert. Itt Zengő Zoltán egy kicsit elméretezi a féktávot, nem tud megállni időben az 1-es kanyar bejáratánál. És így veszít jó néhány értékes másodpercet, a 10. másodpercet. 4 körrel a befejezés előtt ugyanezt elsüti Zollner Gyula is. Kontra György a célegyenes bejáratánál. Az érdemes egyébként figyelni, amiből akadtak a problémák és a levonások, az időmérő edzések és a versenyek folyamán is egyébként, ugye ettől az évtől kezdve még szigorúbban veszik a fehér vonalas szabályt, ami ugye annyit jelent, hogy minimum 2 kerékkel a fehér vonalon belül kell lenni, tehát még ha ki is esik az autó, akkor is a 2 keréknek belül kell lenni. Aztán Kontra csattan Balázsdival, de mind a ketten tudják folytatni, Kontra persze csak másod szándékból, mert kisodródott. Behúzta az autóját belülre Balázsdi, és kívülről ment volna Kontra. Szóval a fehér vonalat érdemes figyelni, hát van néhány olyan szakasza a pályának, az Alézi kanyar, tehát a 11-es, illetve a Menszel a 4-es, ahol ugye sokkal gyorsabb a versenyző abban az esetben, hogy egy picit túlengedi az autót a pályán, tehát sokkal kevesebbet kell akkor értelemszerűen fékezni, megmarad a lendület, de ez ugye nem szabályos, és ebből adódnak a levonások. Itt aztán Kis Norbert is hibázott egyet, de még időben volt annyi előnye, hogy vissza tudott jönni az első helyre. Brakna Dávid. Itt pedig Mihelis Norbert a sikában, egy körrel a befejezés előtt, Zollner Gyula üldözi őt előre, majd Kontra György, annak ellenére, hogy kisodródott, igen hamar visszaveszi a pozícióját Zengő Zoltántól. Ő ment el mellette az iménti Balázsdival történő csattanás után, ez pedig az utolsó kör, 2 másodperces előnyben Kis Norbert 60-i Bálinthoz képest, tehát itt most már, ha csak nem ront Kis Norbert, akkor a tavalyi bajnok megszerzi az idei első futamon, egyben az első futam elsőségét is. Mihelis Norbert a 14-ről végül a 4. helyre jött előre, a 3. helyezett Brakna Dávid lett a 2., 60-i Bálint, az első pedig a most leintett Kis Norbert. Fél éve nem ültünk autóban, ezért rögtön elején egy elsős versennyel kezdeni, az azért egy nehéz dolog, ráadásul én vizes pályán a Seattal Isten igazából még sose mentem. Úgyhogy tudtam, hogy borzasztó nehéz lesz, és úgy is történt, mert az első néhány körben rettenetesen csúszott a pálya, legalább 4-szer keresztbe álltam a pályán, és csodával határos, hogy bent tudtam tartani az autót, és nem csúsztam ki. És utána, amikor elkezdett száradni, akkor onnantól már egyszerűbb volt, de hát addigra meg már gyakorlatilag maga a verseny az vesze volt. Éreztél a különbséget az új autó és a tavalyi autó között? Hát őszintén még nem sokat, az biztos, hogy